Kezdjük rögtön a legelején, hogy számodra a te szakmai pályafutásodban miért számít kuriózumnak, hogy itt a mai Manóházban van egy kiállításod? Hát elsősorban azért, mert ez Magyarországon az első non-profit nagy intézményi kiállításom. Másrészt azért, mert a mai Manó az egy, a Magyar Fotográfusok Háza az egy olyan ikonikus kortárs kiállítói tér, amiben fantasztikus élmény a saját képeimet látni. Másfelől azért, mert az elmúlt másfél év pandémia meghatározta időszaknak egy olyan autonóm sorozatát, vagy egy olyan anyagát állítom itt ki, ami meghatározó volt az elmúlt időszakban, és a fényterápia kiállítás kapcsán jelenik meg az első könyvem is, ami van már kapható itt a mai Manóban. Itt a fényterápia milyen jelenséghez kapcsolódik, és milyen érzelmeket akartál megmutatni a nézőknek? Nekem a fotografálás az egy állandó terápia az életemben. Nyilván minden olyan probléma és minden gond és minden fontosabb érzelem, ami meghatározza a mindennapjaimat, azokat a fotográfiai eszközeivel próbálom megérteni. Tehát magyarul, ha valamit lefényképezek, akkor egy picit jobban értem. Én úgy kezdtem el ezen az anyagon dolgozni, hogy összeállítottam egy listát, amire fölírtam azokat a fontosabb érzelmeket, amelyek meghatározták a bezártságot, az izoláltságot, ezt a melankóliát, azt, hogy nem tudtunk utazni, hogy az időhöz való viszonyunk nagyon megváltozott, mindegy volt, hogy kedd van vagy szombat, mindegy volt, hogy délelőtt vagy délután, tartottuk a kapcsolatot telefonon a szeretteinkkel, de valójában nem sok minden történt azon kívül, hogy befelé figyeltünk, és így reménykedtünk, hogy ennek minél hamarabb vége lesz. Ki volt a társad ebben a munkában, ki volt a modelled, és egyébként hogy kerülnek ide a portrék közé tárgyak? A modellem Dobár Zita, ő egy 18 éves fiatal lány, akinek fantasztikus személyisége van, remek humora és sokkal érettebb a koránál. Ehhez a sorozathoz egy olyan embert szerettem volna választani, aki nyilván szép és élvezett fényképezni, de hogy van a karakterében a szépségén és a fizikai érdemen kívül olyan mélység, ami egyrészt megérti azt, hogy ez a film, amiben ő szerepel, ez miről szól, és neki milyen karaktert kell hoznia. Azért a képek nagy részén látod, hogy az Ita nem nagyon néz rám. Olyan filmszerű jelenetekbe próbáltam belehelyezni az Itát, ahol ő soha nem néz bele a kamerába és nem néz rám, hanem ő mindig csinál valamit, amit én kvázi dokumentálok. Azért láthatóak itt portrék, tárgyak és tájfotók egyaránt, mert én a divatfotóban, portréfotóban, illetve az alkalmazott területen nyilván fényképezek tárgyakat és dolgozom ezekkel a formákkal, és sok olyan érzelem volt ezen a bizonyos listán, ahol azt gondolom, hogy hatékonyabban tudtam kifejezni az adott üzenetet és ezeket a vizuális metaforákat kidolgozni tárgyak bevonásával. Látható itt egy nagyon izgalmas különterem, ahol az élesből megyünk az életlenbe. Ennek mi volt a célja? Ennek a szobának az volt a célja, hogy egy picit beszéljünk arról, vagy egy picit gondolkozzunk arról, hogy milyen volt ebben az időszakban a fókusz elvesztése. És nyilván a fókusz elvesztése az egy elég konkrét dolog a fotográfián belül, de ez átvitt értelemben is igaz, hogy valahogy elvesztettem én is a fókuszt a tavalyi évben. Ez, hogy nem tudtam utazni, nem tudtunk dolgozni, az, hogy rengeteg üzlet bezárt, hogy rengeteg vállalkozás tönkrement, ez egy csomó olyan érzelem ért, ami egyértelműen abba az irányba mutatott, hogy itt most egy ilyen káosz van kialakulóban. Tehát egy picit, amit már korábban mondtam, egy kicsit ilyen háborús helyzetre emlékeztetett. És ennek a szobának az üzenete az, hogy két hét képből álló szekvenciából áll, éles képek felől indulunk, és ahogy megyünk befelé a szobába, egyre életlenebb. És ez kicsit hasonlít ahhoz az érzéshez, mikor az ember leúszik a víz alá, és minél nagyobb a nyomás, minél inkább veszted el a fókuszt, minél kevésbé látsz. Kicsit ilyesmi megmártózás volt, vagy levitálás, vagy zsibbadás, vagy bambulás volt abban az időszakban, amiről a kiállítás szól. Ugye a pandémiát sajnos mi nem hagytuk 100%-osan magunk mögött, nem tudjuk hány hullám vár ránk. Ez a te munkádat befolyásolja? Kész van már ez a sorozat? Van benne még muníció szerinted ennek tükrében? Hát a fotográfia szerintem egy olyan médium, ahol bármeddig fotózhatsz egy adott sorozatot. Egy fotósorozatot befejezni, ha csak nem egy olyan dolgot dokumentálsz, ami véget ér, tehát mondjuk egy háborút nem tudsz tovább fotózni, mint ameddig tart, de ebben a helyzetben, ahol kvázi fikciót
Tehát, hogy ez inkább egy film, amit rendezek, ez gyakorlatilag több részben folytatható lenne, de mégis azt gondolom, hogy az az időszak, ami érzelmileg meghatározta a fényterápiát, az lecsengeni látszik. Tehát most még tudnám mímelni ezt, vagy folytatni, vagy csinálni. Szóval válaszom az, hogy ez lezárult, én ezt nem tervezem tovább fényképezni. Sok olyan fotográfus van, aki azt vallja, hogy egy régebbi anyaghoz mindig hozzá lehet nyúlni, újra lehet editálni, újra nyomnak ki könyveket újabb editionben, ahol egy picit más a sorrend, vagy akár hozzáraknak új képeket. Én azt gondolom, hogy ez az életművemnek egy része, ami lezárult, mert az a fajta félelem, és az a fajta elszigeteltség, és reménytelenség, és melankólia, ami meghatározza ezt az anyagot, az múlóban van. Egyébként miért éreztétek fontosnak azt, hogy a fényterápia mellé a divat fotográfiai, alkalmazott fotográfiai munkádat is bemutassátok? Igazából Baki Péter igazgatónak, a Mai Manó igazgatójának volt az ötlete, hogy mivel hogy az én hírnevem, vagy az én karrierem az leginkább a divat és a portré műfajában értelmezhető, ezért neki az volt a véleménye, hogy az lenne a legjobb, hogyha fönti emeletre egy kis gyűjtés formájában megmutatnák azt, hogy honnan jövök, és itt a fényterápia szobákban pedig azt mutatnánk meg, hogy merre megyek a jövőben. Ugye akkor már megfogalmaztad magadról, hogy ezért te egy igazán ismert divatfotográfus vagy. Kicsit avassál be minket, kérlek, ennek a szakmának a világába. Mennyire kell ezt kötötten elképzelni? Hát a divatfotó, vagy az alkalmazott fotó az azért jelentősen elkülönül, vagy elválasztható az autonóm fotográfiától. Egyrészt azért, mert megrendelésre készül, másrészt azért, mert pénzért csinálod. Nyilván az autonóm fotóból és a művész fotó is remekül értékesíthető, és egy idő után pénzre váltható, de az alkalmazott fotóban nyilván a megrendelések tükrében azonnal pénzhez jut az ember, és az alapján mérik egy fotósnak az értékét, hogy annak milyen kreditjei vannak, milyen magazinoknak dolgozik, milyen kampányokon dolgozott, milyen menő stábtagokkal dolgozott együtt. Itt nyilván kulcsfontosságú a magazin, kulcsfontosságú a brand, a stylist, hogy melyik szupermodell szerepel a képeden, ez ugyanolyan fontos. Ez picit azért értelmezhető a portréfotográfiában is, mert nyilván, ha a Robert De Niro-t fényképezed le, akkor az már egymagában érték, hiszen egy olyan életút van a szereplő mögött, ami elvarázsolja a nézőt, akkor is, ha nem feltétlenül egy remek fotográfiáról beszélünk. Ez a divatban is megvan, nyilván egy szűkebb szakmai körnek szól. Nagyon fontos a casting, nagyon fontos a csapatmunka, ami ezért egy picit más, mint az autonóm munka, ahol az ember sokszor magányosan egyedül, vagy csak egy nagyon pici csapatban dolgozik. Divatban azért mindig 8-10-12 ember van a szetben, de reklámok esetében akár 50-100 ember is lehet a műteremben. Ennek köszönhetően rengeteg olyan előkészítés és olyan döntés születik már, hogy a végén, amikor a kezembe veszem a fényképezőgépet, már sokkal kevesebb lehetőség van a jazzre, és arra, hogy az adott pillanatban mit találunk szépnek, sokkal inkább az előre megbriefelt ötleteket és művészeti irányokat kell betartani. Teljesen más rendszer, tehát az alkalmazott fotóban ugyanúgy van egy rangsor, ugyanúgy más díjakért dolgoznak sztárok, és ugyanúgy vannak aktuális sztárok. Sok olyan számomra nagyra tartott fotográfus van, aki mind a divat és az alkalmazott területen, mind pedig a képzőművészetben ismert, akár a Wolfgang Tillmans, akinek most volt a Trafóban kiállítása, vagy akár Jürgen Teller, vagy Vivien Sassen, tehát sok olyan külföldi sztár van, aki mindkét oldalon remekül teljesít. Milyen celebritásoknak az arca köszön vissza itt a kiállításban a fönti szinten? A fönti szinten 5 arcot választottunk ki az én több éves archívumomból. Az első szobában vannak a celebritik vagy a hírességek. Itt van egy Palvin Barbie is nagyon hangosan, erősen kacagó Barbarával, amit az Ausztrál Vogue-nak készítettem. Aztán van egy Alicia Keys, 15 Grammy-díjas énekesnő, akinek a No Makeup mozgalmához készült portrét állítottuk ki, ami a Time-ban jelent meg.
Aztán van egy képem Omar Apollóról, aki egy dél-amerikai szupersztár, popzenész fiú, egy szál gitárral és a csengő hangjával kápráztatja el a fiatalokat. Aztán kiállítottam egy képet Shirin Neshat képzőművészről, amelyet a Kinfolk magazinnak készítettem, és van egy Varis Ahluwalia, szikamerikai színész, akit a Wes Anderson filmekből már jól ismerhetünk, a Darjeeling Expressnek a sztárja, illetve a Grand Hotel Budapestnek a sztárja is. És aztán kiállítottunk egy rövid szekvenciát egy remek táncosról, aki a New York balettnak az egyik koreográfus rendezője, Kyle Abraham. Róla van két portré, pontosabban van a lábáról egy ilyen spicpipa pozícióról egy kép, illetve az arcáról egy portré, ahogy táncol, és egy hat képből álló szekvencia. És aztán az utolsó szobában pedig egy olyan divat összeállítás, azt hiszem, hogy 15 képből, ami az elmúlt 4-5 évből egy olyan gyűjtés, amelyet a Vogue, a Harper's Bazaar, a V magazin, a The Last magazin, a Supernation és még néhány más újságnak az oldalairól ollóztunk ki. Egy kicsit a Supernation-ről kérlek, mesélj nekünk, hogy ez micsoda pontosan. A Supernation a saját kiadványom 2015-ben jelent meg az első szám. A fő szerepe ennek a kiadványnak az volt, hogy létesítsek egy olyan platformot printelt formában, ahol a saját szabad történetmesélésemnek adok helyet. És a Supernation először egy divatorientáltabb kiadvány volt, Vanessa Accente szerepelt a 2015-ös első számban, és aztán 2016-tól egyre intenzívebben bejött az a történetmesélés, vagy az a kicsit mélyebbre helyezése a divatfotónak, ami inkább a személyes viszonyomat, meg a személyes történetemet meséli el. Hazafelé című sorozatom, ami a Homeworld angol címet kapta, ezt 2019. decemberében, amikor hazaköltöztünk 9 év után az Egyesült Államokból, ez volt a welcome party, vagy az a kiállítás, amivel bemutatkoztam itthon újra, vagy folytattam azt, amit 17 évvel ezelőtt itt hagytam. És aztán 2020-ra terveztük a 6. számát a Supernek, ami sajnos nem valósult meg a pandémiának köszönhetően, nem tudtunk kiállítást tenni mellé, még talán kinyomni ki tudtam volna, de úgy éreztem, hogy nem áll össze az anyag olyan formán, ami megérdemelne egy következő számot. Most azt gondolom, hogy ha jövőre lesz lehetőségem és pénzem arra, hogy kiadványt készítsek, akkor az újra inkább könyv lesz, ami a könyvesboltokban is megvásárolható lesz, és nem csak egy ilyen gyűjtői körnek juttatom el, ahogy ezt a Supernation esetében tettem.